Ezen a jó hangulatú Roma napon a Terna Cserhaja Egyesület védnöki szerepet tölt be. A Roma nap létrejöttében fontos szerepet játszanak, az Egyesületről beszélt Bogdán Boldizsár elnök. Mivel kisebbségi önkormányzat feloszlott, így a Terna Cserhaja átvállalta az önkormányzattól a költségeket, és ahogy legyen Roma nap Dombóváron is. Tánckarral, meg hagyományos kultúrával, hátrányos helyzetű gyerekekkel, táboroztatással, ezekkel foglalkozunk. Bennünk van ez a roma vér, tehát olyan szinten, hogy a tánc, a zenélés, és fejlődtünk, nagyon szerettük ezt igazából csinálni. Volt is eredmény, de viszont mindegyikünk le lett családosodva, mindenkinek lett családja, stb. És tehát úgy mondva, tehát ez is, tehát nem az, hogy széthullott, de amikor például már anyám testvérének a fia ő, és akkor amikor például ez, most például jól esett ez, hogy meglátott, nem is tudom hány hónapja találkoztunk, bátyám. Több hónapja, igen. Hát ilyen fél év után találkoztunk, és akkor annyit mondott, hogy légy szíves, szeretnének látni azt, amit én tanítottam neked. És leszakadt a szívem olyan szinten, és akkor azt mondtam, hogy oké, rendben. Úgyhogy fölvehetik a tánckart is. Persze, nyugodtan. Nagyon-nagyon, tehát rengeteg sikert elértünk az életben, tehát azt, hogy tánctanárként, hogy levégeztem én, Zentai Rihárd, meg Árvai László Kaposváron, és tanítottunk nagyon sok embert. Nagyon. És át is szeretnénk adni ezt az egész, tehát dolgot a hagyománytól kezdve, az alaplépésektől, a legmagasabb foktól. Minket annó nagyon sok pénzt beleöltünk abba ahhoz, hogy pestiek tanítottak amúgy minket, 3 vagy 4 lépésre, órákon, napi szinten. A táncot majd jövőre mutatják be, addig a felkészülés zajlik. Az érdeklődők között az egyik asszony a családi kapcsolatait említette meg, ami miatt ellátogatott erre a rendezvényre. Unokái, lánya is itt van a programon. A férjemnek a régi rokonai nagyszülők, azok Romániából költöztek ide Magyarországra, annyi talán. De nem szeretem őket, romákat, minden, nekem nincs semmi bajom soha velük. Dolgoztam is velük a közhasznon, úgyhogy aranyosak voltak, szerettek ők is, én is szerettem, úgyhogy... Kiváló hagyományőrző program a Roma nap. Mindig nagy érdeklődés vette körül a rendezvényt. Magyarok, romák egyaránt elmentek a színes, változatos kikapcsolódás nyújtó eseményre, mondta Forgács Sándor, a dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője. Nagyon sok kulturális része van ennek az egész táncolnak, énekelnek, az emberek, most is van főzőverseny, pluszban még, ami szintén a roma hagyományokra alapul. És igazából mindenki nagyon szerette, ez egy nagyon jó hagyományőrző program. Most olyan fellépőket sikerült leszervezni, de a roma napra, akik vonzák a fellépő vagy a vendégeket, és délutáni órákban biztos, hogy sokan leszünk. A Horváth Robi, egy nagyon neves fellépő, illetve a Nagybajomi Fiúk zenekar, ők is 4-5-en vannak, akik szintén elég híresek a zenéjükkel kapcsolatban. A rendezvény Dombóvárváros önkormányzata támogatta, amely igen nagy segítséget jelentett a roma nap megrendezésében. Ezúton szeretném megköszönni a Dombóvári önkormányzat segítségét Pintér Szilárd polgármester úrnak, mert az ő segítségével sikerült ezt a roma napot az idén megszervezni, ő adta az anyagi forrást hozzá, illetve a technikai részekben is sikerült a támogatását elnyerni, úgyhogy nélkül ez nem jött volna össze most az idén, úgyhogy köszönjük szépen a segítséget. A délután során fellépett a Ketanipe, az Aranyeső Tánccsoport, előadás hangzott el a roma kultúráról.